Ahogy nincs két egyforma emberi agy, úgy dióból sincs két ugyanolyan. Mindkettőnek egyszeri és megismételhetetlen mintázata van. Egyebek között ezt a gondolatot közvetíti és viszi tovább Görbe Alexandra képzőművész a Karinti Szalonban október 8-án nyílt tárlatán. A kiállított művek pepecs munkafolyamat során készültek. Az alkotó a képeken látható diókat kizárólag olajfestékkel vitte vászonra, minden egyes réteget külön-külön. A festékrétegek a bordázott minták egyediségét hivatottak megmutatni. A művész a Psziché című diósorozatban a megtört diók külső és belső formáiban, töredezettségében megnyilatkozó spontán variációkat ábrázolja. A munkák a káosz és a rend képzetét egyszerre képviselik. Szintén a kiállításon a Végtelen című sorozat képein horrorfilmbe illő erdei fákat is láthatunk. Ijesztő filmjelenetek villanhatnak fel előttünk, amikor a szereplő szemén keresztül sötét erdőben járva az ég felé tekintünk, amelynek félelmetes faágak törik meg az egységét. A fa ugyanakkor ősi erőmotívumként is megjelenik, miközben a természet szépségéről árulkodnak egy-egy szép formán, izgalmas felületen vagy érdekes jelenségen keresztül. A kiállítást október 31-ig a Karinti Szalonban lehet megtekinteni.